Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Közel 130 esztendeje annak, hogy először megünnepelték ma és testvért, akkor, mint a munka ünnepét. A katolikus egyházban ez Munkás Szent József ünnepe, és ők is számon tartják. Mi viszont minden évben maján is rendeztünk, kivéve az idei esztendőt, ezt az áldozatot meg kell hozzuk azért, hogy nagyon szép legyen a pályán, a megyén veszünk Alexel, Farusok pályán. Ezt a mai nyugdíjas összejövetel, baráti vendégség, ezt a jubileumi tizedik összejövetelünk, és többször végigmentünk, kérek kifejezéssel, végigmentünk a falunk, tehát vannak olyanok, akik már másodszor, sőt az idősebbek esetnek, harmadszor tisztelettel bennünket, műsorunk első számában Poderik fogja köszönteni a jelenlévőket, utána Tóthé Csányi hallgat elmondja az ünnepi beszédet, és nem fogom folyamatosan konferálni a műsor, a 8. pénzsérnek a dél-amerikai táncán egy pici bevezetővel tulajdonképpen mi is ez a tánc, utána Szabó László és kollégozatúr egy pici-pici bajszát mesét fog elmondani, utána a Fényes Csillag Cintere zenekar, majd jön egy meglepetés, kérem, ezt nem fogom előre elárulni, hogy mégis micsoda. A mai összejövetelünknek még az a különlegessége, hogy három generáció szerepel itt, a legfiatalabb Tóthé, az édesanyja Csányi Helga és a nagymama, aki nem vállalt szereplést, viszont személyében itt van, tehát mama, nagymama, unoka együtt a jelen a mai ünnepséggel. Kezdődjék a műsor.
Már hagyományá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Sütő András gondolatát idézve. Önmagát becsülnek minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi a világ nem felkezdődik. A mi világunk önökkel, apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Minden napi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyeret javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt a család, a nemzet, és most már a pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan, olykor anyagi gondokkal, esetleg gyengülő egészséggel, a gyerekek, unokák jutotta örömökkel, borúval, derűvel töltik a lassú kodó tempói napokat. Minden évnek megvolt a maga saját csodája. Nem volt könnyű az életkezdés, a családalapítás, a gyermekek nevelése, iskoláztatása és önálló életünk megkezdésének támogatása. Nem egyszerűek a mai hétköznapok sem. Küzdeni a betegséggel, a nyugdíjjal, a magánnyal, vagy a szorongással. Ám mégis vannak rokonok, barátok, gyerekek, unokák, akik tisztelik és becsülik az elmúlt évek erőfeszítését. Szeretetükkel, rajongásukkal, csicsergésükkel, gyüzsgésükkel kitölték a hétköznapokat, nem egy esetben újabb feladatokat állítva önök elé. Korunkat ne a naptár számlája, hanem a lelkünk mutassa meg, mennyire érezzük magunkat. Furcsa természet az ember. 20 éves korunkban a 40 éves már öregnek gondoltuk. Aztán, ahogy teltek az évek, úgy tordik ki ez az időpont, a 70-re, 80-ra, sőt tovább. Önökre tekintve azt látom, szinte semmit sem érjettek. Szemünkben a szeretet, arcukon a mosoly. Az élet szeretet, a kedvesség és a bölcsesség mindenkit fiatalon tart. Nem számít az ősz haj, a ráncok, a fiatalságuk belülről állt. Kedves Jézus hajunk, arany szívű vendégek. Két nemes filmből kellene ötvözni a mai, de nem minden napi ünnepi nyelvét. Aranyhoz hasonlítva a szerető szívüket. Az arany fénye nem kapványult a sok gondtól, megpróbáltatástól. Életüket hol boldogan, hol fáradtan élik. Valamikor nem hitték, hogy ilyen gyors járások az évek, szinte suhannak egymás után. Az arany mellett az ezüst fénye is csillan a mai napon. Ezüst hajukban sok-sok tér ott felejtette fehérségét. Amint a természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember életében is ez a folyamat mellében. Az időskor az életrendje, az életi válás korszaka, életbölcsességekkel, gazdag tapasztalatokkal. Kérjük a Jóistent, hagyjon még sok-sok lágy, simogató tavasz. Szívből kívánjuk továbbra, ragyogja be életüket a két nemesfény, az arany és az ezüstfénye. Nekünk pedig, ma mi aktívan dolgozóknak, a feladatunk, hogy idős embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öreg korhoz méltó derűs életet. A család gondoskodása mellett az önkormányzatnak és a helyi civil társadalomnak is mindent meg kell tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti teljesebbé teheti napjaikat. Ha a nyugdíjukat nem is tudjuk emelni, és a gyógyszerek árát csökkenteni, akkor is törekednünk kell arra, hogy érezzék fontos részei az életünket.
gondoskodásokat és a sok fáradozást. Kívánom önöknek, hogy családtagjaik szeretetben aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket. Ajándékozza meg önöket vidámsággal, békességgel, figyelmükkel és szeretetükkel. E gondolatokkal kívánok önöknek nagyon jó egészséget, hosszú boldogságot.